Második alkalommal rendezte meg Komáromban a Fészek Családi Kör Polgári Társulás a Séta a Szoptatásért elnevezésű eseményt. A fiatal, kisgyermekeket nevelő családokat segítő szervezet a szoptatás fontosságára szerette volna felhívni a figyelmet, csatlakozva a Szoptatás Világhete kezdeményezéshez. A rendezvény Lehár Ferenc szobrának közelében előadással kezdődött, melynek témája a csecsemőhordozás volt, majd következett a séta. Most pedig akkor szeretnélek megkérni titeket, hogy induljunk el a városközponton keresztül a másik gyönyörű parkunkba, ahol egy másik előadást hallhattok. És köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Az úton még biztosan fognak hozzánk csatlakozni többek is, akik a szoptatást támogatják. A szervezők fontosnak tartják, hogy minden lehetséges módon, fórumon felhívják a figyelmet a szoptatás fontosságára, hiszen a 6 hónap alatti babáknak csak 40%-a kizárólagosan szoptatott. 24 hónapos korig pedig csak 45%-a szopik a nemzetközi ajánlások ellenére is. A nem szoptatás pedig nem csak az alacsonyabb intelligenciával hozható összefüggésbe, hanem jelentős gazdasági veszteséggel is jár. A szoptatás nem csak egy táplálási forma. Lelki vonatkozása is van, úgy az anya, mint a gyermek vagy baba számára. Megnyugvást tudunk adni a gyermeknek, hogyha szoptatjuk. Akár, ha bármi történik, akkor vigaszt nyújthat a szoptatás. A testközelségnek nagyon-nagyon nagy funkciója van, és hát erre mindre szeretnénk fölhívni az emberek figyelmét azzal, hogy látnak minket csoportosan sétálni a város központon keresztül. A résztvevő szülők számára nem is kérdés, hogy a szoptatás a legjobb és legolcsóbb táplálási forma. Az anyatejet egyfajta szupertápláléknak tekintik. A szoptatás számukra egy igazi csoda, amely fontos a babának, de az édesanyát is egészségesebbé teszi. Szerintem a világ egyik legtermészetesebb dolga, amellett, hogy mind az anyukának, mind a babának ez a lehető legjobb. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a szoptatás tényleg egy természetes és nagyon jó, nagyon szuper dolog. A séta és az alkalom az Anglia Parkban ért véget, ahol Molnár Kriszta coach, életmód tanácsadó, Énkép és Én idő anyaként című előadását hallgathatták meg a résztvevők.